Vidáman játszottak a gyerekek a kiskunhalasi vásártéren. A helyi cigány nemzetiségi önkormányzat már lassan hagyománnyá váló gyermeknapján többféle elfoglaltságot szerveztek az ide látogató családoknak. Ezt pályázati forrásból tudtuk megvalósítani, és nagyon szépen köszönjük Szűcs Csaba polgármester úrnak, hogy lehetővé tette, hogy ezt a gyerek programot ezt mi itt megvalósítjuk. A gyerekeknek van légvár, a kicsiknek, nagyoknak, különböző fejlesztőjátékok, a rendőrségről is jöttek ide, a rendőrség munkatársai, a védőnői szolgálattól is jöttek ide, arcfestés van, különböző játékokat tudnak a gyerekek játszani, és úgy látom, hogy ezt így nagyon élvezik. A gyerekek is elmesélték, mi tetszett nekik a legjobban. A csúszda, a bika, meg a ugrálóvár. Tetszik nekem a sok légvár, meg a labdázás, meg a arcfestés. Mi ez, amit még esetleg ki fogsz próbálni? A bika. Gyertek, egyetek gyümölcsöt, jó? Gyere, vegyél akkor. A sok játék mellett az egészséges életmódra és a biztonságra is felhívták a gyerekek figyelmét. Azt szeretnék, hogy a gyerekek tudjanak, ugye, megismerjék a rendőrségnek igazából a munkáját, felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk, meg megismerik az egészséges életmódot, meg igazából szeretnék nekik ugye kedveskedni, hogy van itt egy lehetőség, és hogy igazából, hogy ezeket az eszközöket próbálják ki. Ugye a mi költségvetésünk ugye ezt sajnos nem tesz igazából lehetővé, és örülünk, hogy vannak ezek a pályázati lehetőségek, és a gyerekek ugye ezeket nagyon élvezik. Tudjátok, hogy mennyivel szabad menni lakott területen belül? 50. Nagyon jó. Lakott területen kívül? 90. És autópályán mentek, ott mennyivel szabad? 130. Nagyon ügyesek vagytok. A nemzetiségi önkormányzat a vakációra is tervez elfoglaltságot a gyerekeknek. Készülünk július elején a gyerekeknek egy kéthetes napközis táborra, ezt is pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani. Lesznek szakemberek, akik foglalkoznak a gyerekkel, lesz népművelő, a hagyomány megismerése, a kultúra ápolásáról fog ez igazából szólni, és a gyerekek hasznosan fogják eltölteni ezt a kéthetes szünetet, tehát nem az utcákon mennek, és akkor ott mászkálnak, hanem igazából egy hasznosan fogják eltölteni a szabadidőjüknek az egy részét.